Sokan már előre megvásárolták a húsvétra szánt sonkát, de akadnak olyan emberek is, akik csak a legutolsó pillanatban szerzik be az ünnepi asztalra kerülő húskészítményeket. Főtt tojás, újhagyma, retek azonban szinte mindenhol lesz mellé. Ez a nő elmondta, hogy milyen ételeket készít húsvétre az unokák számára, és hogy nagyon várják a tojásfestést. Veszünk egy két nagy tálca tojást, megfőstjük, igen, apróságokat, amik még kell neki, és akkor töltött káposzta teli gombóccal, sonka, másik sonka, ez a füstölt eredeti sonka, már bolti sonka, és akkor így összeszervezzük. Piros tojást főstünk nekik, és akkor így készülünk a húsvétra. A hagyományos sertéshúsos ételek is az ünnepi menü részét képezik. A sonka, torma, tojás hármas mellett a töltött káposzta és a húsleves is sokak asztalára felkerül. Hát főleg a sonka, amit most vásároltam, ez mondjuk a fő étel vacsorakor szombaton, tojással, tormával, hát húsleves, meg egyéb ilyen régi hagyományos ételek. A halételek is igen közkedveltek. Van, aki halászlével és harcsapaprikással várja szeretteit. Halászlé lesz, lelövőször és krumplisaláta. Kalácsot már megvettem. Tojást festek, sonkát főzök, zserbó hagyományos. Aztán a köreteket még gondolkozom. Bálint János elmondta, a nagy húsvéti rohamon már túl vannak, és az emberek nagy többsége már megvásárolta a sonkáját. Most már hagyományosnak mondott a szívsonkát szokta mindenki készíteni, ami ugye egész évben azt áruljuk. Én ilyenkor egy kicsit próbálok a hagyományos felé elmenni. Én úgy sózom ezeket a sonkákat, hogy egybe csontosan. A húsvéti sonka továbbra is a virágkorát éli, és elengedhetetlen része az ünnepi menünek.